Azán vasárnap. De milyen vasárnap? Hát... Vasárnap, vasárnap... Vásárnap! Ma van a vásár, a farsangi vásár a szomszéd faluban. Rezibe. Édesapám! Édesapám! Ugye elmegyünk? Mi is megnézzük. Hát, mivel a tanító nem panaszkodott rátok egyáltalán, és mivel nagyon sokat segítettetek otthon, édesanyátoknak, édesapátoknak, ezért elmegyünk a vásárba. Jaj, de jó, elmegyünk a vásárba. No, csak ne olyan gyorsacskán. Először kérdezzük meg a szomszéd gyerekeket is. Szeretnének eljönni velünk a vásárba? Jó, kérdezzük. Gyerekek, szeretnétek velünk eljönni a vásárba? Menjünk a vásárba! Jöjjenek, nézzék, vásároljanak! Ide méz, török méz, fele cukor, fele méz! Olcsó az alma, itt van halomba! Erre szív, olcsó az alma! Erre, ifjasszony, más pomboltoson ne hallgassod! Ő mondja ezt, olcsó János, kinek neve híre általános. Az ő portékája olyan, mint egy hatalmas, szép, piros alma, és hogy az ára? Hát csak egy pengő, csak. Kérem szépen, jó portéka, jó az ára. Nézzük, hogy mi van a vásárba. Olcsó az alma, itt van halomba. Ne az almát, ne az almát! Ez olcsó az alma. Jó, gyerek, nézzük, mit árul kent. Mit árul? Kérdezzétek, mit árul? Itt van halomba, kideszi meg is eszi, olcsó az alma. Jaj, de mi túrót keresnék, van túrója? Nem eladó. Nem eladó, csak a vásárra való. Hogy nem eladó, csak van ára. Van ára? Kérdezzük meg, van ára? Nem eladó, csak a vásárra való. Valami csak az ára. A kassai toronyért? Benne való kincsekért, 100 aranyűrűért, 1-2-3 csapásért. 100 aranyűrű nincsen, de 1-2-3 csapásunk bizony lehet. Csapjunk hármat, gyerekek! Indul! 1-2-3 és mehet a túró, kérem szépen! Túrót kértem, nem almát. Két kajcára zára. Kinek van két kajcára? Nekem volt, de elvittem a malomba. Akkor még három csapást kérek szépen. Ha, még három csapást. Mehet, gyerek, segítsetek, jó? Mert egyedül nem tudom megvenni. Túró, tettem puliszkát! Kettő, egy, három! Túró, tettem puliszkát! Attól lettem mekkorát! Túró, tettem, elejtettem, azt sem tudom, hová tettem. Szívfújja, pedlikám, na jó, akkor nézzük meg, hogy mi van még a vásárba. Lássuk körbe, gyertek, nézzük körbe. Kis trombitát vegyenek, pirosat, fehíret, fiát, sárgát, kéket. Lóri a csodálatos papagáj. Szépen, szépen. Ide néz, török néz, bele cukor, bele néz. Finom kalácsot vegyenek. Á, gyerekek! Szeretik a perecet! Sózsak! Jó napok, sózsak! Aki lesz, annak lesz! Aki nem lesz, éhes lesz! És valamit! És Egy krajcárért! Két krajcárért! Mindjárt magáé lehet! Ó, medves cukor, marcipán, mézes málé, marcikám! Ha kimondod emlékül, tiéd lehet emlékül! Na, kimondja ki! Medve, cukor, marcipán, mézes máli, marcikán. Ha kimondod, emlékül, elviheted emlékül. Ki mondja ki emlékül? Edve, cukor, arci, pán, ézes, áli, arcikán. Ha kimondod. Nekem nem. Neked
van-e? Gyömbéres bábbal, igen. Igen, tessék csak nézni. Tessék venni, tessék. Gyömbéres báb. Mennyibe kerül? Két krajcár az ára. Két krajcár. Két krajcárom volt nékem. Két krajcárom volt nékem. Nékem, nékem volt nékem. Elvittem a malomba. Elvittem a lomba, 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 malomba. Fut a kutya, kutya száll, szalad igazán, igazán. Köszörűs vagyok én. Fut a kutya száll, kutya száll, szalad igazán, igazán. Én maga opitárul. Kis ködmönt és cizmár. Jöjjenek, jöjjenek közelebb. Kis ködmönt. Os, van-e csizma eladó hóból, salárban, igen jó? Van kis csizma eladó, szép varrás a szára, hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám. Hú, de kicsi. És van-e ködmön eladó télben, fagyban, igen jó? Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán, hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám. És de látom, hogy van egy papagája is. Van egy papagája. Jöjjenek közelebb, nézzék! Lóri a csodálatos papagáj! Itt az okos, bölcs papagáj. Mit tud? Jósolni! Rejtelmes Indiából jött csodamadár. Indiából jött csodamadár, jósolni tud. Jósoltassunk? Jósoltassunk? Jósoltassunk a madárral? Igen, 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 igen. Nézem a kezét! Jaj, de aztán jót jósoljon, kérem szépen! Nézzük meg a kártyát! Ennek a szép leánynak jót jósoljon. Mit jósol? Ennek a szép leánynak, nézzük, csak nézzük! Hoppá! Ennek a szép leánynak gazdag jövőt jósolok. A következő esztendőben eljön érte a szívszerelme fehér paripát, és oltár elé vezeti. Szeretne vásárfiát, a szakács úrhoz legyen szíves majd terülni. Kóstoló is van, kérem! Köszönjük majd szépen! Lehet még jönni, csak! Kérek szépen még mesterséget! Látok itt egy csizmadiát! Kérem szépen, itt a csizmadia! Olyan
annagyra felem velem, hogy... Van a név! Csizmadia, pörök még! Mit csinál a csizmadia? Mit készít? Csizmát. Csizmákat! És csak készít is, vagy meg is pucolja? Ó, uram, akkor jöhetek önhöz pucolóra? Mennyi az ára? Ó, egy mézes kalács! Tessék! Köszönöm szépen! Viszont látásra kérem! Hol van a mester? Ó, mester kalapáccsal! És maga kicsoda? Vajon ki lehet? Nincs egyedül! Mit kopog a kalapács? Azt kopogja, kire kop, csengős kikophatról. Mondd meg nékem, kiskovács, mit kopog a kalapács? Mondd meg nékem, kiskovács, mit kopog a kalapács? Csikós pakolja rögtön a kalács! Hopp! 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 Pakolja keményen! Pakolja! Pakolja! Jaj, de ügyes! Kalapács! Kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat pakolok, arany szeggel szegelem, pucu pajtás kapferája, úgyis te vagy a gazdája! Hopp! Mondjuk már meg, hogy került ide ez a ló? Kérdezz már meg, hogy került ide ez a ló? Hogy jött ide? Ki hozta? Ki vagy te egyáltalán? Egy ló, a kupesz! Hát mi az a ló, kupesz? Mit árul ez a ló, kupesz? Lovat árul! És hol a többi ló? Nagyon ügyes! Ki van még mesterünk? Hol vannak a mesterek? Jaj, itt egy mester, ide nézzetek! Ki vagy? De vagy a pék! Mit csinál a pék? Süt a pék, gezevice lángos! Mit süt a pék? Süt a pék! Nagyon ügyes! Két Lotti a vásárba! Jaj, de ügyes két! És mit hoztatok két Lotti? Sütemény! Nagyon ügyes! Lehet árulni, kérem szépen! Köszönjük! Mesterük itt közelben! Köszönjük! Óriási ékszerész! Ó, de szép, kérem! Mindenféle csecsebecse szimpotékát hozott nekünk. Köszönjük! Nagyon ügyes! Mi az ára? Ki vagy te, te szép árus? Mézes kalácsáros! Nézzétek, milyen gyönyörűen beöltözött, és a színeket is összeválogatta. Mennyibe kerül? 50 cent, megmutathatom? Kedves árus kolléganőm, itt van a tükrös szív, parancsoljon, 50 cent az ára. Milyen akció van az iskolában? Rákbetegségre gyűjtünk. Ó, mi nemes gyűjtés. Betegségre gyűjtünk, gyerekeknek fel, ellen gyűjtünk. Kérlek szépen benneteket, hogyha szeretnétek mézes kalácsot, vegyetek a mézes kalács árustól. Köszönjük szépen, nagyon ügyes voltál. Van itt még valaki, aki mit árul? Virágot! Úgy látom, hogy virágárus lány van, de van itt kettő, nem csak egy. Jöjjön kérem, jöjjön közelebb. Van-e még virágárus leány? Egyik szebb, mint a másik. Segítek felnyújtani, mind a kettőt. Van igazi közötte, és úgy látom, hogy az igazi között még igazi kézzel hajtogatok is van is. És az ára...
rajta van. Lótuszvirágot is látok. Nagyon gyönyörű. A sap. Tessék. 1 euró, nagyon ügyes virágáros lányok, gyönyörűen felöltöztetek. 5 euró az ára. Na az a fia. Lengyel lányok, olcsó árukat kínálnak, de nézzétek meg ezt a két kislányt, ez nem olcsó áru, ennek van minősége, gyönyörű. Van itt egy citromsárga, citrompanna, hogy hívják, kedves? Citrom királynő. Hát a citrom királynőt ugye be oda az alma mellé kell majd állítsuk, de ha van kedve, hölgyem, táncolhat is ám egész nap. Jó? Köszönjük szépen, tapsolt neki! Ó, gyerekek! Mit láttam? Huszár Vince! Mondd hangosan még egyszer. Huszár Vince! Szerintem be lehetne rakni a mézes kalácsok közé, és annyira szépen. Nagyon szépen felöltöztek, gratulálok hozzátok. Bajusza is van, nagyon szépen megrajzolt van. Igen, hogy van is van. A kardját hadd mutassa meg szemben. Gonoszoknak odavár, sose bántsák a hazát, ugye? Megy az úton a katona! Fúj a szél a katona, sose fél! Mitől félek? Kezébe kap, és gonoszoknak oda vár! Dildúr, oda vár! Sose váltsák a hazát! Nézzétek, eltartom a kalapját! Nem, visszaadom, ez a tiéd, kedves huszárom! Tapsolj le! Ide nézzetek! Ó, micsoda nyuszi, micsoda kala! Mutasd meg magad! Hogy hívnak téged? Varázsló! Abrakadabra, csacsi ül a bakra, és mit látunk? Mit varázsolsz nekünk? Most figyeljetek, mert most ugrik ki a nyúl a bokorból, vagy a kalapból. Pa-pa-pa. Én nem látom sem. Szerintem a varázsoljunk. Pa-pa-pa. Hiányzik. Abraka, dabra, paci ül a bakra. A varázsló! A botja nincs még. Bot nélkül is tud. Ha? Oda nézzetek, varázsol! Vadász bácsi, reszkessetek, nyulacskák! Júj! Gyere, van egy nyulalátom! Mutasd meg a nyulat! Nyulad is van, karisznyában. Na, ugrasd el! Hoppa, nyuszi! Elugrott! Vadász uram, fogja meg, mert elugrik a nyuszi. Fogja meg a nyulat. Ó, köszönjük szépen! Ötletes. Szép. Na de kedveseim, vásárosok, puliszkások, mézes kalácsosok, nem csak árusok vannak itt, látok én itt állatokat is. Milyen állatok vannak itt a környéken? Látok egy fekete. Jaj! Akkor a cicuskát találjuk. Én is egy cica. Minden liba, van itt piros, sárga, lila, zöldes barna, szürkés kék. Nézzék, itt a feketék.
Rima, hogy elvásik, soha többé nem kell másik. Minden véret kaphatod, minden kapucs elavult. Kosárban ott látnak, uraim, hölgyeim! Akkor egy nagy tapsot! Lesz itt, aki a kosárban az iszre! Nagyon jó, köszönjük szépen! Van-e még valaki, aki a trónra szeretne állni? Mindent jó kívánok, ugye? Itt hoztam székről, hoztam a finom pityókát! Olyan finom! Meg kell kóstolni már! Na, minden jót és jó vását mindenkinek! Kicsoda! Viki! Viki? Nem Viki! Viking! Hú, mekkora harcos lehet! Nézzétek, hogy micsoda fegyvere van, micsoda szerszámok! Mutasd meg magad! Emeld fel a pajzsot, mutasd meg a gyerek! Az a pajzsa! Gyere, gyere, Gábor! Nem mondja meg, hogy kicsoda, találjuk ki! Itt a pajzsot! Nézzétek, magyar pajzsot! Találjuk ki, kicsoda! Ja? Lova! Emeld fel a kardot, lova! Mutassa a levegőjével! Csipka, a fején, bolondtányér a kezét! Lábán, kicsi csengő! Ő lesz most a bolond vengő! Jaj, de biztos, hogy kitaláljátok! Ő pedig a meséből cseppent közé, csak melyik meséből cseppenhetek? Ki tudja? Hófehérke vagy talán? Nagyon csinos, vagyis örülök, hogy eljöttél közé. Köszönjük, Hófehérke! Hozzá azért így! Most nem vártam hozzá! Van itt egy pirinyumunk, aki Messziországból érkezett hozzánk, honnan is? Franciaországból érkezett, és... Keresztes lova! Damián. Damiánnak hívják ezt a új kis keresztes lovot Franciaországon, tapsoljuk. Hogy a csípe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 a csípe ára, leteszem az asztalára. Hogy a csípe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 a csípe ára, leteszem az asztalára. Gyertek! Hogy a csípe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 a csípe ára, leteszem az asztalára. Hogy a csípe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 a csípe ára, leteszem az asztalára. Hogy a csípe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 a csípe ára, leteszem az asztalára. Hogy a csípe, hogy 3 forint 20, 3 forint 20 a csípe ára, leteszem az asztalára. Nem, a múlva, hogy majd gyújtjuk. Gyönyörű lehet. Nagyon szépen.
adom apának, jó? Világszám! Olé! Olé! Olé!
Bolha cirkusz! Közép Európa legvilágszínvonalú Bolha cirkusza! Ezen a két tenyéren fog ugrálni Izidor, az orosz művész! Bolha! Gyere közelebb! Hello, Izidor! Izidor! Itt van Izidor, a Bolha! Izidor! Dupla szaltó! Izidor! Egyedül a világon! Izidor tripla szaltó! Yeah.
is nyerünk. Lehet. Voltál? Valaki olyan, gyere!
csak. Nagyon jó! Akad még valaki? Itt az ernyő, lovag, lovag! Biztos nincs ettél elszólva. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig vakrovatám bemutatja a kötélen a cigány szeretet! Még egyszer láthatják ezt a szépletes mutatvány! Ez a része nem is kell. Visszavarázsolom azt a részt! Ne zavarjatok is! Várjatok csak! Mindenki látta, hogy széttéptem, ugye? Darab, ott a darab, fél egyik darabja. Te is itt futok. Jó, már alakult. Most arra kérlek titeket, hogy fújjátok meg háromszor. Még nem jön. Alakul. Egy utolsó fújást itt is. Ez az érzem most már jó lesz. Biztos a siker. Mindig jó, hogyha megfújják. Most pedig kézműves foglalkozást tartunk! Mamászik,
Sajnos kiestetek, úgyhogy gyorsan kell továbbadni, jó? Na figyelj!